bemutatta 5 pillérre épülő programját Kelemen Hunor. Az RMDSZ elnöke a józanész programjával indul el a november 24-én esedékes romániai elnök választáson. A program esélyt kínál a fiatal családoknak, támogatást a diákoknak, megbecsülést az adófizetőknek, erőt a vállalkozásoknak. Orvosolná az egészségügy problémáit és a kisebbségek helyzetét is rendezné. A parlamenti választásokat december 1-én tartják Romániában. Balázs folytatja a témát vendégével. Így van, 2 fontos választás is következik most Romániában. Köszönjük szépen a szót. Itt ül velem szemben már Pászkán Zsolt, a Románia szakértő, a Magyar Külügyi Intézet munkatársa. Jó napot kívánok, estét kívánok most már. Elsősorban szimbolikus jelentősége van ön szerint annak, hogy a magyar politikai közösség is indít elnökjelöltet az elnökválasztáson, vagy van más is? Elsősorban azt hiszem annak tulajdonítható, hogy ahogy itt elhangzott, 2 választás is lesz, tehát parlamenti választás és elnökválasztás. 3 hét alatt zajlik majd le, december 1-e előtti hétvégén, illetve a következő hétvégén. És ha nem így lett volna, én gyanítom, hogy vagy nem indít az RMDSZ jelöltet, vagy indított volna egy színészt, egy akárkit, aki képviselhette volna az amúgy nem túl nagy esélyekkel induló magyar színeket, legalábbis ezen a választási típusban. De azzal, hogy itt együtt volt, és gyakorlatilag összemosódik a 2 kampány, az RMDSZ voltak éppen, és ez látszik itt a beharangozott programból is, egy parlamenti választási kampányt hirdetett meg, aminek az arca Kelemen Hunor, a szervezet elnöke, és gyakorlatilag a legismertebb magyar politikus a román színpadon is. És ez fontos elem, és ez talán megint egy új dolog lesz, hogy Kelemen Hunor személye a román választók egy részénél is, mondjuk úgy, hogy elfogadható. Tehát nem jelent olyan akadályt, ami, hogy őt biztos nem. Sőt, még azt is mondhatnám... De ennek van gyakorlati haszna egyébként majd a választáson, lehet ennek? Annyiban igen, hogy egyrészt nagyobb, tehát az első forduló az a parlamenti választás előtt lesz, tehát egy jól szereplő Kelemen Hunor, az legalábbis az első, tehát az első fordulóban, még azt is megkockáztatom, hogy az európai parlamenti választási eredmény megközelítő eredménye szereplő Kelemen Hunor, az jó lendületet adhat az igazán fontos választáson a magyar jelöltekre, nem csak az RMDSZ jelöltjére, hiszen indul 2 kisebb szervezeti jelölt is a választáson, tehát az összmagyar jelöltek támogatottságát növelheti, és az, ami lezajlott az európai parlamenti választáson is, hogy a Kárpátokon túl, tehát Havasalföldön és Moldvában, most a Baku és a Csangókat nem számítom, ahol polgármestert is választottak egy magyar hölgy személyében, de a többi helyen is az RMDSZ egyfajta alternatív szervezetként, elfogadható alternatív szervezetként merülhet föl azoknak a választóknak, akik a mostani román kínálatból egyikre se adnák le a szavazatot. Tehát ilyen szempontból lehet hasznos, hogy megjelenik Kelemen Hunor személyében is egy maga az RMDSZ, és akkor így segíthet. A jelölt személyéről beszéltünk, de a programjáról beszélünk egy picit, a józanész programjáról, amely számos konkrét dolgot tartalmaz, itt a demográfiai problémáktól kezdve az egészségügyön át, ugye az állam a polgár képviselje, ne az intézményeket című bürokrácia csökkentésig, szóval számos komoly dolgot megfogalmaz, és már nem csak az elnök választásra, hanem magára a decemberi parlamenti választásra is. Ez a program mind a kettőre vonatkozik, és ez mennyire lesz, ha már Kelemen Hunor személy elfogadható a románoknak is, akkor mennyire lesz ez a program elfogadható? Ezért mondtam bevezetőként, hogy ez inkább parlamenti választási program, igen, mint elnökválasztási. Nem Kelemen az egyetlen, sőt, minden a román elnökjelöltek is gyakorlatilag olyan smikkel kampányolnak, amihez a román elnöki intézménynek semmi köze nincs. Tehát az itt felsorolt intézkedések 99,9%-a nem a mindenkori elnökön múlik.
Tehát a tévhitekkel ellentétben a román elnöki rendszer nem sokkal különbözik a magyar elnöki rendszertől. Az egyetlen különbség a lebonyolítás mikéntje, és ez ad a enyhén szappanoperásodott román társadalomban egy plusz töbletet. Tehát a román közös, a romániai közösség ilyen szappanopera, ez olyan, mint amikor öt szappanopera főhősei egy ketrec harcban mérkőznek meg, mindenki lengeti vagy a csillámpónis zászlót, vagy a csillagok háborúja zászlót, vagy valamit lenget, és erről szól az elnökválasztás. De valójában mindegyik főhős egy teljesen más sorozatban játszik, nem is hatnak bizonyos szempontból egymásra, úgyhogy ez ez egy látszat. Úgyhogy amit itt elhangzott, az valószínű, hogy a parlamenti kampánya lesz az RMDSZ-nek, de megint, hogy ne legyenek illúziónk, amikor én Kárpátokon túli román szavazatokról is beszéltem, vagy erdélyi román szavazatokról is beszéltem, akkor itt néhány tízezerről beszéltem, és nem milliókról. Tehát itt ez inkább a bejutás, nem jutás, illetve a jó szereplés között mozgatja majd az RMDSZ, nem pedig egy, mit tudom én, nagyon nagy eredmény, 20% vagy 10%. Az is egy érdekes kérdés, és nem csak, hogy érdekes, talán az egyik fő kérdés, itt az utolsó két percünkben még erről beszéljünk, hogy ugye tavaly tavasszal kiszorították a román kormányból az RMDSZ-t, és Kelemen Hunor arról is beszélt itt a programja kapcsán, hogy az elsődleges céljuk az, hogy visszakerüljenek ebbe a kormányba, azért, hogy be tudják teljesíteni ezt a bizonyos józanész programját. Mennyire lehet alkalmas az elnökválasztáson elért eredmény, hogy jobb helyzetbe hozza Kelemen Hunort, vagy maga a program, milyen esélyei vannak ilyen szempontból ön szerint a magyar pártnak? Hát ahhoz, hogy egyáltalán esélye legyen, ahhoz a parlamenti választást kell megnyerni. Tehát, vagyis már úgy olyan értelemben megnyerni, be kell jutni a parlamentbe. Tehát... Csak egy jó előzöngét adhat-e például? Hát igen, de amit mondtam, tehát annyit eldönthet, hogy maga biztosan jut be az RMDSZ, vagy pedig ráfanyalodik az alternatív küszöbre, itt említsük föl esetleg, hogy van egy úgynevezett alternatív küszöb, az négy megyében kell 20%-os eredményt elérni, ezt az RMDSZ nagy valószínűséggel tudná szállítani, de az körülbelül kétharmadát hozná a mandátumoknak, a jelenlegi mandátumoknak. És ez, itt hívom fel a figyelmet, hogy amennyiben az RMDSZ erre fanyalodik, akkor az utolsó alkalom, amikor az alternatív mandátumot alkalmazni fogják, hiszen a román pártok akkor el fogják törölni a következő körre. Tehát bízunk benne, és erre mondtam azt, hogy fontos, hogy Kelemen Hunor nem elriasztó képviselő vagy jelölt, hogy mondom, az EP választási eredményt, megközelítő eredményt is el lehet érni, hiszen az EP választás lebonyolítási módja és az elnök választás lebonyolítási módja is hasonló, tehát egy nagy választókörzet az egész ország, tehát sok minden hasonló, mint az EP választás, és ha jól mozgósít az RMDSZ, és mint mindig mondom, ha elvégzik a házi munkát és a diaszporában is, nem csak a romániai területen, hanem a külhoni erdélyek esetében is elvégzik a házi munkát, hogy elmenjenek szavazni, akkor azt mondom, hogy jó eredményt lehet elérni. December elején kiderül. Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk. Én is köszönöm.